Állampolgári kezdeményezésre határozattervezetet nyújtott be a Marosvásárhelyi polgármesteri hivatal iktatójában Portik Vilmos, az Erdélyi Magyar Néppárt megyei elnöke. A határozattervezet független szakértők bevonását rendelni el az Ázomures vegyipari kombinát légszennyezésének mérésére. A törvény értelmében, amennyiben a lakosság legkevesebb 5%-a aláírásával támogatja, a helyi önkormányzatnak napirendre kell tűznie és meg kell vitatnia az állampolgári kezdeményezésre benyújtott határozattervezetet. A mostani kezdeményezést 6357 marosvásárhelyi lakos támogatta, ám a beiktatása váratlan nehézségekbe ütközött. Az iktatóban dolgozó hivatalnok ugyanis még nem találkozott ilyen esettel. Úgy látom, hogy a marosvásárhelyi önkormányzatban nem nagyon tudják ennek mi a procedurája, lévén, hogy az elmúlt 25 évben, amióta demokráciáról beszélünk, még nem volt arra példa, hogy ilyen állampolgári kezdeményezést iktassanak a városházán. Bízom benne, hogy a jogi megoldását is megtalálják ennek a dolognak. Pillanatnyilag most tanástalanok az önkormányzatban. Portik Vilmos úgy véli, a légszennyezés független monitorizálásával el lehet majd jutni a szennyezés minimálisra szorításához, vagy ellenkező esetben a kombinát működésének az ellehetetlenítéséhez. Hozzátette, amennyiben az önkormányzat elveti a határozattervezetet, a képviselőknek vállalniuk kell a lakosság haragja és kiábrándultsága következményeit.